Gergő, ne szökj! Geri meg ilyen. Nagy jó, mit van, szigorú is. Na Geri, ezért adok neked egy piros lapot. Hallj félre! Mi van, piros lap? Olgi, neked is piros lap. Jézusom! Állj félre! Félreállj. Dorcinak is egy piros lap. Gyere, álljunk félre! Jancsinak is egy piros lap. Nem szántos semmi rosszat! Blanka! Igen? Ez a meglepetés, ez csak neked szól. Úgyhogy a család többi tagja kispadról fogja végignézni. Őket ezért is állítottam félre, ezért kaptak piros lapot. Úgyhogy neked nem is tudom, adjak egy sárga lapot? Inkább zöldet. Inkább zöldet. Jó, nem adok semmilyen lapot. Inkább menjünk és nézzük meg, hogy milyen jó meglepetés vár rád, jó? Indulás! Gyertek! És a csapatok kivonulnak a pályára. A csákvári brigádot Blanka vezeti, és a szurkolók már skandálják a játékosok nevét. Blanka nevét ordítja a tömeg. Régen ben is mondtam, amikor még a Nóri megérkezett, hogy szeretnék találkozni egy híres focistával, és akkor hello, a Nóri ezt így elintézte. Érkezik egy igazi példakép, 120-szoros válogatott, 5-szörös magyar bajnok, és 2-szer választották az év női focistájának, Vágó Fanni! Sziasztok! Szia Fanni, és köszönjük, hogy fogadtál bennünket. Sziasztok. Itt a pályán. Örülök, a hogy itt lehetek. Egyből kezdeném egy kis aprósággal neked. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és hoztam neked egy kis ajándékot. Aztán! Majd nézd meg, aztán át is tudsz öltözni, és akkor tudunk együtt edzeni. Mit szólsz hozzá? Wow! Azt a mindenit! Hűha, igazi foci szerkó! A Nóri ezt így elintézte, hogy a Vágó Fannival találkozzak, és ő egy nagyon híres focista, és nekem ez nagyon sokat jelent, és nagyon boldog vagyok. Rajta van a neved, Blanka, megnézed a hátulját! Blanka egy viszonylag fiús kislány. Nagyon szereti a vagány dolgokat, nagy mozgásigénye van, és megtetszett neki a foci, így az óvodába. Volt is, hogy ovi focira járt. Honnan jött neked az ötlet, hogy focizol? Nekem az öcsém focizik, és vele kezdtem el. Igazából az elején csak kimentem hozzá egy edzésre. Aztán az edzőjük egyszer csak mondta, hogy egyre kevesebben vannak, miért nem állok be. Tök jó lenne. Én megkaptam a lehetőséget, egyből beszaladtam, és onnantól kezdve elkezdtem focizni fiúk között. És hogy nem szégyen, hogyha egy lányod egyedül a fiúkkal? Nem, én nagyon szerettem, tényleg befogadtak a fiúk, és igazából soha nem volt az, hogy kiközösítettek volna. Nyilván ugyanúgy kellett edzenem, edzésre járni, és ugyanazokat a szabályokat betartanom, de semmi gond nem volt, hogy fiúkkal játszottam. Az durva. És te mióta focizol? Hát csak úgy szoktam néha edzeni, de már véletlenül azért az edzésemért kitört az ablak. Ajjajajajajajajaj. Otthon is egy ablakod, Blanka. Virágok, ablakok, azok mindig törnek, nem? Orhideák otthon. De Blanka ugyanezt mesélte, hogy a fiúkkal szokott focizni. Igen. A suliban. Tehát, hogy nagyjából ez a szitu nálad is, nem? Hogy te vagy az egyetlen csaj, akinek van mersze kiállni a fiúkkal, rúgni a bőrt. Amikor elkezdődött az iskola, úgy döntöttünk, hogy koncentráljon elsősorban az iskolára, és egy picit így elmaradt a foci. Ettől függetlenül otthon focizgatott ő, de ez végül is azt gondolom, hogy végül is így az egész életét, vagy a kis éveit végigkísérte, mert még mindig nem mondott le az álmáról. Az a célom, hogy profi focista legyek, és azt, hogy segítsek a szegényeken. Tudom, hogy milyen egyedül lányként fiúcsoportban játszani, úgyhogy minden elismerésem, hogy neki ehhez van bátorsága, hogy fiúk között játszon. Ketten a pályán, de két micsoda játékos! 11-es mezzel már is egy újonc, Blanka, aki ügyesen forgatja a lábait és tekergeti a labdát. A mentor és a tanítvány küzd egymás ellen, de lehet, hogy meglepetéseket is tartogat még ez a néhány perc.
Blanka az első, aki magához ragadja a labdát, de most sajnos elveszíti a labdát, hiszen Fanni ügyesen odaért hozzá. Blanka viszont visszaszerezte a labdát, és egy dinamikus ráfutással, ha létezik egyáltalán ilyen, megközelíti a kaput, és Fanni most már tehetetlen. Blanka belül van a 11-esen belül, és egy óriási lövéssel becsavarja a labdát a hálóba. Úgyhogy megvan az első gól, Blanka szerezte, gratulálunk! Láttam a Blankán, hogy ragyog. Ez egy csodálatos dolog volt végignézni, ahogy teljesül az álma. Nagyon örülök, hogy találkozhattam Blankával és edzhettünk együtt. Én szeretném neked ezt a labdát is odaadni, hogy minél többet tudjál otthon gyakorolni. Tényleg csak azon múlik, hogy ő nap mint nap saját magának is akár gyakorlatokat találjon ki, és akkor bármi sikerülhet. Fociban azt szeretem, hogy praktikus cseleket tudnak megtanulni az emberek, és ezzel rengeteg gólt lehet szerezni. Kész. Kész a kezdet. Köszi szépen.